Össze Tombor Csabát, hogy értékelje a találkozót, azért, hogy nézem, jó pár ránccal többet a homlokodon. Üdvözlök mindenkit, jó estét. Először is szeretnék gratulálni a Pik Szegednek a győzelemhez. Abszolút megérdemelten. Nyert ilyen medelemben, fantasztikusan játszottak már helyenként. A magunk részéről jól kezdtük a mérkőzést, agresszíven támadtunk, kapufele támadtunk az első 10-12 percben, és ahogy fogyott az energia, a pályára jövő játékosoknál elkezdtünk párhuzamosan közlekedni, és rengeteg ki nem kényszerített hibát vétettünk. Ebből a Szeged azonnal vétett a saját támadásból, kiépítették ezt a magabiztosságot a fél időre, és sajnos ezt a tovább tudták építeni a második fél időre. Ott már a támadó játékunk is elkezdett akadni, illetve a középső védőink nem találták fel az ellenszerét a ma remekül kézilabdázó Bánidi Bencének, illetve a Degagernek. Rengeteg előtt tudta csinálni 2-2-ből, illetve az irányítók nagyon szépen leosztották a játékokat. Részünkről ami pozitívum, hogy 30 gólt tudtunk lőni, a végén se adtuk föl, mentünk, hajtottunk. Igazából nekünk hétvégén a Neko elleni meccs most a legfontosabb, hogy azt tudjuk abszolválni. Tudjuk, hol a helyünk. Tényleg a Szeged megmutatta azt, hogy milyen NBL szintű csapat. És ha így játszanak, akkor ez a különbség sajnos bár is volt a mai napon a két csapat között. Úgyhogy gratulálok még egyszer Krisztiánnak. Köszönöm szépen, köszönjük. Következem Kárpáti Krisztián, az Oktatívanki Szeged vezető edzője. Kemény csatára számítottál, az is volt a mérkőzés elején. Hál' Istennek utána ugaltok a meccset. Jó estét mindenkinek. Igen, az elején ránk éreztett a tatabánya. Az első 10 percben nagyon jól játszottak. 3-0, aztán 6-3-ban is vezettek. Igazából az volt a fejünkben itt a mérkőzés előtt, hogy tudjuk-e azt a színvonalat folytatni és abban a ritmusban játszani, mint ezt tettük azt egy hete. Szerintem jókor jött a védekezésváltás, és ott egy ritmust tudtunk váltani, szereztünk könnyű labdákat, kontragólokat lőttünk, és ott visszaállt a rend a fejébe. Azt gondolom, hogy a második fél időben felszabadultan játszottunk, és igazából a támadásban leginkább azt gondolom, hogy megvalósítottuk azt, amit szerettünk volna. A Tatabány nem adta fel a meccset, folyamatosan küzdött, rá is kellett szólnom a játékosokra, hogy tartsák fenn a fegyelmet a utolsó pillanatokban is, de összességében nyilván elégedettek vagyunk a látottakkal, az eredménnyel és a csapatnak a formájával is. A Tatabányának további sok sikert kívánok, minden dolgozom tovább. Nagyon szépen köszönöm, kérdezem Győri Mátyás, a vendégek játékosa. 6-3-ra vezettetek, egy kicsit azért a szívbajt hoztátok ránk, egy kicsit mindenkinek kevesebben dobott a szíve. Mi történt ott, hiszen pillanatok múlva felnéztünk az eredményjelzőre, és azt láttuk, hogy már mi vezetünk 3-ra. Jó estét mindenkinek, először is azzal kezdeni, hogy gratulálok Krisztián és Zoli. Azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amit említettél, a Szeged a legerősebb fegyverét alkalmazta ellenük, ami szerintem a közvetlen indítás és a második hullámú lerohanás. Ott olyan sebességgel jöttek rá, amikből úgymond könnyű gólokat lőhettek. Mi a felállt fal ellen ugyanilyen, amit szenvedtünk, és passzívig ment a játék. Ettől függetlenül a 35 gólra büszkék lehetünk. Ahogy a Csabi is elmondta, számukra a legfontosabb a szombati bajnoki, úgyhogy addig ki kell javítani a hibákat, és kicsit rendet tenni a fejükbe. Köszönöm. Isten szépen köszönöm, kérdezés itt az Oltán. Az gólokat lőttél, gondolom ez neked is kellett, hiszen volt egy sérülés, ugye meccseket kellett kihagynod. Jó esett a játék? Igen, de mindenkit szeretnék gratulálni a Tatabánynak, mert úgy gondolom, hogy az első 20-15 percben nagyon jól játszottak, ott nehéz is volt tartani velük a lépés, de hál' Isten sikerült megfordítani, és úgy gondolom, hogy onnantól tudtuk uralni a mérkőzést. Másik időben ezt a nagyobb arányú különbséget tudtuk növelni, úgyhogy ez mindenképpen dicsérendet. Jó esett a játék, hiszen régen játszottál. Igen, egy kisebb testesből térek vissza. Örülök, hogy kaptam játék lehetőséget. Krisztián próbál mindenkit tűzben tartani, és megyünk tovább, fejlődünk el, de
megyünk tovább és csináljuk a dolgunkat, még a héten lesz egy nehéz bajnokink, utána utazunk Norvégiába, úgyhogy egy elég erős hét elé nézünk, úgyhogy mindenkire szükség van.